És folytatjuk. Vendégünk Kormo Zoltán, az OTP Bank ingatlan hitelezését felelős vezetője. Jó reggelt, jó reggelt kívánunk. Kívánunk. Hát nagyon fontos ugye a lakáshitelezési témákban, most sok változás van. Kérjük elő, számoljon be, mert van a zöld programok kapcsolatban, hogy a zöld lakások vásárlásával kapcsolatban is egy plusz lehetőség most a fektetőknek vagy vásárlóknak. Igen, egyébként egy őrület van a lakáspiacon. Lakáshitelpiacon, itt az elmúlt hónapokban sorra dőltek a rekordok, hogy mennyi lakáshitelt vesz fel a lakosság, 130 milliárd forint körüli összegben történik lakáshitelfelvétel havonta, ami soknak tűnik egyébként, és nominálisan valóban rekordok ezek, viszont érdekes módon, hogyha a lakás árak változásával mai értékre számítjuk az elmúlt 20 évben felvett hiteleket, és megnézzük, hogy az elmúlt 20 évben mekkora hitelfelvételek voltak, akkor a 2000-es évek elején 5-ször ekkora mennyiségben vettek föl mai áron lakáshitelt. Érdekes, nem gondolom, állami támogatással lehet, hogy azért is pörög föl ennyire a lakáspiac, és tulajdonképpen azt mondják, hogy és a hitelpiac is, mert az állami támogatások java részét tulajdonképpen az elmúlt 1-2 évben horrorisztikus áremelések elvitték, és akkor ilyen módon a kedvezményes hitelekre is, vagy a kedvező kamatozású hitelekre is támaszkodnak az emberek. Igen, korszakonként változó egyébként, hogy a támogatott hiteleknek, illetve a támogatásoknak mekkora a súlya. Manapság nagyon kiterjedt támogatási rendszer élhető el. Nem is biztos, hogy össze tudnám 6 percben foglalni egyébként, hogy mik azok a legfontosabb elemek, illetve ezeknek a támogatási elemeknek mik a legfontosabb ismérvei. Úgyhogy ezt a komplex rendszert érdemes szakértővel áttekinteni, hogy... Mi a legnépszerűbb, azt lehet tudni? Hát a csok mindenképpen, hozzákapcsolódó csokhitel, támogatott hitelként. Ezek általában nem elegendők a hitelcél megvalósításához. Emellé még ezek szerint van úgy, amit tudnak ajánlani, és amit igen, tudnak emellett, hozzátenni? Emellett azért a hitelfelvételek 80%-a az jellemzően piaci kamatozású hitel. Beszéljük ezzel. Viszont elég kedvező volt eddig. Most egyébként, hogy emelkednek a hitelek kamatai, ez mennyiben foghatja vissza? Ez egy érdekes kérdés. Azt hiszem, hogy ezekben a napokban ér véget az olcsó lakáshitelek kora. Tehát azért van ilyen nagy hajrá most mindenki. Hát ez talán még a hitelfelvevőknél ez a tantusz nem esett le, de elég komoly hozamemelkedések történnek. Nem feltétlen a jegybanki alapkamatra gondolunk, hanem a hosszú hozamokra, amit a bankok valószínűleg majd a hitelkamatokban módszeresen érvényesíteni fognak. Úgyhogy azok a kamatszintek, amin az idei évben lehetett lakáshitelt felvenni, az jövőre nagy valószínűséggel nem lesz elérhető. Ez mindezek körében viszont a zöld programot, a zöld lakásépítésben élvez valami elő. Mert ez óriási előnyt élvez. Ugye a program arról szól, hogy 70 millió forintos összegig 2,5%-os kamattal végig, a futamidő végéig fix kamattal lehet egy nagyon kedvező finanszírozáshoz jutni, amennyiben olyan lakást vásárol valaki. Na milyen az a lakás? Mondhatják, hogy aminek a primér energiafogyasztása nem több, mint 90 kWh per négyzetméter, ez ugye mindenki számára kézzel. Fordítsuk el, ez mit jelent? Mi ennek kell? Mondhatjuk, hogy közel nulla energia igényű lakás. Jó hőszigetelés kell legyen. Jó hőszigetelés, olyan gépészet, ahol a lakás legalább 25%-ban energiaönellátó, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos lépés. A program indulásakor nem tulajdonítottam ennek akkora jelentőséget, hogy globális léptékben volna jelentősége a fenntarthatóság tekintetében, de most azt látom, vagy azt gondolom, hogy mégis, mert hogy a lakások adják, vagy termelik a CO2 kibocsátásnak a 70%-át. Ha ezeket lecsökkentjük, és mondjuk napenergiával működik, például mire kell még gondolni, milyen megoldások geotermikus, lehetnek? Geotermikus legyen. Ilyen szonda lefúrásokkal, vagy hőcserélős rendszerekkel. Ezek mind-mind olyan megújuló energiák, illetve nem gázüzemű energiák, ahol ezt a ökológiai lábnyomot. Főleg hát most a nagy energiaáremelés miatt ez nem elhanyagolható, hogy ezek a beruházások, de az mennyivel érdekes arányaiban? Hosszan értekeztem egy épületgépésszel erről,
És azt mondja, hogy nem érdemben drágítja az épületeket ez a megoldás, mert egyébként is ma már egy korszerű épületnél a hűtésről is gondoskodni kell, így hogyha a fűtés gázüzemű, míg a hűtés pedig valószínűleg elektromos klímával történik, akkor ha átállnak egy modernebb technológiára, akkor ezzel a technológiával egyben meg tud történni a hűtés-fűtés is, és ez így már nem akkora addicionális költség, így rátekintve erre a sztorira, mintha csak a fűtést cserélnék. És hosszú távon pedig energiakímélő, pénzkímélő, tehát a további kiadásokat csökkenti. Azt gondolom, hogy a lakás fenntartásának a költségeit mindenképp csökkenti, de nem utolsó sorban egy apró lépést teszünk a bolygó fenntarthatóságáért, ami azt gondolom, hogy egy égető szituáció éppen. Mit várnak ettől a programtól Dióhéjban? Itt azt gondolom, hogy ilyen 4-5 ezer lakás az, ami ebből a programból megvásárolható ezzel a kedvezményes finanszírozással, de talán a programnak nem ez a jelentősége, hogy 4-5 ezer lakásvásárló nagyon kedvező hitellel tud hozzájutni ehhez, hanem sokkal inkább az, hogy az ingatlan fejlesztési szektorban elkezdődik egy olyan gondolkodás, hogy a jövőben már kisebb károsanyag kibocsátás kapcsolódik majd a lakásban éléshez, illetve az ingatlanok fejlesztéséhez. Na hát az NHP Zöld Otthon program ismertetését nagyon szépen köszönjük, hogy elmondták az elmúlt percekben.